Maradunk a költészet világában. Erdélyben a fiatal költőknek számtalan lehetőségük van megnyilvánulni, rivadalfénybe kerülni. A 80-as években ez éppen fordítva volt, azaz az idősebbeké, a tapasztaltaké, a már bizonyítóké volt a biztos pódium. Mai vendégünk az idősebb költőgenerációhoz tartozik, mégsem mondhatjuk azt róla, hogy valaha is kedvence volt bármely hatalomnak, illetve divatnak, legyen az politikai vagy kulturális. László György mindig független volt, lélek és szívben egyaránt. Őt várjuk ide a stúdióban, de előtte nézzenek meg egy kis riportot arról, hogyan látja a könyvkereskedő a versben rejlő lehetőségeket. Arra a kérdésre, hogy olvasnak-e manapság verset, képek által lehet a legbiztosabb választ kapni. Ha ugyanis a könyvesboltok polcain ott tarkálik a kínálat, akkor keresletnek is kell léteznie. Ahhoz képest, hogy tavaly és tavaly előtt kevesebb verses kötetet vásároltak, ebben az évben keresik a magyar klasszikusokat, aminek nagyon örvendek, és érdekli a fiatalokat a magyar költészet kincsestárában megjelent verseskönyvek. Megemlítem Szabó Lőrincet, Adit, Aranyt, Petőfit, Vörös Marti Csokonait, és az a jel, hogy érdekli a fiatalokat a magyar klasszikus irodalom, ez azt jelenti, hogy jó irányba halad. Mondjam úgy, az oktatás, vagy az az otthoni 7 év, ami lehet, hogy nem hiányzott, csak hogy el voltak foglalva a szülők, és eddig nem látszott. Ezen kívül nagyon szépen fogy az Osziris Diák Könyvtárnak a könyvei. Ezekben nem csak a klasszikusok jelennek meg, hanem találjuk Pilinszkit, Nemes Nagy Ágnest, Tóth Árpádot, és ezek is, igaz, hogy lévén, hogy Osziris Diák Könyvtár, az ára is elfogadható, és ez is azért számít a fiataloknál, hogy olyan, hogy jó könyvhöz, jó verseskötethez jutsanak, de elfogadható áron. Egy érdekesség jelent meg a Corvin kiadóba, József Attilának a Tiszta szívvel című válogatott verseskötete, amelyik főleg az eddig ismeretlen szerelmes, meg istenes vallásos költeményeit foglalja össze. Ezen kívül egy nagyon szép kiadás jelent meg, ami hiányolt volt eddig, Dzsidának az összes költeménye. Azért, ahogy bemutattam őket, el lehet képzelni, hogy az áruk is változik, tehát 20 lejtől, 25 lejtől, 75 lejig találunk könyveket, de a fontos az, hogy szeretik a verseket, és hogy vásárolják a verses köteteket is. Most Székelyudvarhelyen a Litera Veres Péter kiadója megjelentette egy egészen érdekes sorozatot. Most, tehát 2011. októberében jelent meg az első szám, és most már a 9. számhoz jutottak. Rövid kis versek, de az érdekesség az, hogy nem csak a klasszikusokat, mint Szabó Lőrinc, Reményik Dzsida, József Attila, Nemes Nagy Ágnesnek a verseit ölelik, foglalják össze. Amikor azt mondjuk, hogy vásárolnak verses kötetet, igen, mit jelent ez? Naponta, hetente, hány kötetet vásárolnak? Hetente egyet-kettőt. De mondom, összehasonlítva az eddigi évekkel, amikor volt olyan eset, hogy egy hónapban vásároltak egyet-kettőt, ahhoz képest a mostani egyhetes, egy-kettő a sokat jelent. Kedves nézőink, már is köszönhetem mai második meghívottamat, mint már mondottam, maradunk a költészet világában, hiszen ma van a költészet napja. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm László György költőt, fordítót itt a stúdióban. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Úgy szintén üdvözlöm Önöket, üdvözlök minden tisztességes nézőt. Köszönöm én is a meghívót.
a meghívást. Szívesen tettük. László úr, kezdjük talán abból kiindulva, hogy mi hangzott itt el a bejátszásban. Örömhír, talán mondhatom így, hogy örömhír, hogy azt mondja az eladó, hogy az ő könyvesboltjában, de lehet, hát hogyha reménykedjünk benne, hogy lehet ezt általánosítani is, hetente elfogy egy-két verses kötet, ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt havonta ment el egy. Tehát ezt örömhírnek tekintem én, ön hogy van vele? Én is úgy látom, hogy reneszánszát éli a versolvasás, hiszen az anyanyelv az a költészetben növi ki magát, az a költészet a virágos kertje az anyanyelvnek, és a nyelvi önkifejezés éppen a jó költészetben csúcsosodik ki. Az anyanyelv gyöngysora a költészet, és szerintem az a nép, amelyik nem olvas verset, de remélem, hogy nem lesz ilyen, az annak elsat nyúl a lelki világa. A lelki világa üres lesz, kifogy a lelki ereje, és ilyen pangó, tengő-lengő emberre néppé válik, mert a költészet az filozófiát, az életszemléletet, életirányt mutat a jó, a nagy költészet, megmutatja a világról a megszerezhető világot. Térjünk ki egy kicsit a generációk közti, tehát költőgenerációk közti különbségekre is. Ugye itt van most a Facebook, ott vannak bizonyos olyan internetes fórumok, amiket hát valljuk be, a fiatalok sokkal jobban kezelnek, mint az idősebb generáció. Hogyan látja ezt ön? Tehát ott vannak a fiatal költők az ő lendületükkel, az ő fórumaikkal, és ott van az idősebb generáció, amely a 90-es években azért sokkal jobban pódiumon volt, ahogy mondani szokás. Hogyan látja ezt a különbséget? Én a technikai haladást jónak tartom, ám az a véleményem, hogy a verset könyvből kell olvasni, mert meg kell legyen a költészetnek az olvasóval a verssel való intimitása. Személyes üzenet. A gépesített óriás információ lehetőség hígítja is bizonyos értelemben az élmény nagyságát, ha szembe kerülünk egy nagy verssel. Én is olvasok képernyőről, de nem az, mint hogyha előveszi az ember egy szép könyvet, és akkor ott van a költő abban a könyvben, társként, és elolvasom az üzeneteit, vagy ha a mi könyvünkről van szó, akkor elküldjük az üzenetet egy könyvben keresztül az illető olvasó. Ugye itt most a fizikai, az anyagi vonatkozásáról beszélünk a generációk közti különbségnek, de ott van a tartalmi vonatkozás is. Tehát hogyan látja például ön, László György, a mai fiatal költő nemzedéket tartalmilag? Én mindenképp látom, hogy igen sok verset írnak, és jelenik is meg. Jelenhetnek meg talán jobban, mert mi a kommunizmusban volt, aki megjelenhetett, volt, aki nem. Mindegy, ez a múlté, és én örvendek annak, hogy nőnek a lehetőségek, de fennáll annak a veszélye is, hogy felszínesebbé válik a költészet, és hogy mondjam, milyen hobbiszerűvé. Márpedig a nagyirodalom az semmiképp nem hobbi, az életigenlés, az életszeretet, az világszerzés, hogy I.S. Gyulát idézzen. Hogyha már nagy irodalomról beszélünk, akkor térjünk át az ön fordítói mi voltára is, tevékenységére is. Mutatom is a kamerának, itt tartom a kezemben Puskin Anyeginjét, László György fordításában. Meséljen egy kicsit erről, hogyan sikerült. Nagy mű, óriási mű, ön fordította ezt, ezek szerint tökéletes az orosz tudása, gondolom. Hát elég jó. Elég jó. Milyen történetek fűződnek ehhez a fordításhoz? Nekem már kisiskolás koromban kedvencem lett az orosz nyelv. Nem tudom, talán valamelyik ősömnek közel lehetett, de érdekes módon értettem a szövegeket. Volt egy Szucsákban egy kedves tanárnőm, Király Magda, az Isten áldja meg az emlékét, az hatodikos koromban meg is kért, sokszor beült az iskolás padba, és mondta, Gyurka, nem, nincs kedved megtartani az órát, mármint az orosz órát. Az első fordítást Bérci Károly végezte, 1865-ben jelent meg egy kitűnő munka,
talán oroszosabb, mint az Áprili Lajosé. Az Áprili Lajosé irodalmibb. Kicsit megszűrte a romantika, ugye egy fajta túl érzelmi túldíszítettséget is jelentett bizonyos értelemben. Puskin bővelkedett ezekben. Én elolvastam az Anyegint eredeti formájában, és akkor hát egy ilyen fiatalos neki lendülés, na ezt én is lefordítom, akkor bizony nem gondoltam át, hogy milyen nagy fába vágom a fejszémet, és szerencsére kaptam persze szótárokat is, használtam, hiszen az oroszban, mint a magyarban is vannak szavak, hogy több értelmű. Teljesen mást jelent, mint mit tudom én, és ebben az óriási országban pláné fennáll ez. Hiszen Puskin, amikor a második részét írta az Anyeginnek, éppen számüzetésben volt a Kaukázusban. És ő írja, én olvastam egy újságban az emlékiratait, hogy alig tudott kommunikálni az ottani oroszokkal. Tehát, hogy kultúrabeli különbségek persze is vannak, ugye? Na, és a 70-es években 4 éven keresztül elkészítettem az Anyeginnek a nyers fordítását. 30 évet ült a fiókomba, a Magyarok Világszövetségénél oda kerültem, elnökségi tag voltam, Erdélyt képviseltem, ott volt irodám, meg minden. Ott 2002 és 2005 között aztán a puskini versformába ültettem át, és a Jóisten megsegített, én állítom, hogy most nem nagy képüsködésről van szó, de sokkal közelebb került Puskinhoz az Anyegin, a dinamizmusa, az valahol az előző két fordításban nem volt meg, mert Puskin egy dinamikus ember volt, olvastam róla korabeli írásokat, mint a mi Ady Endrénk. Izgága, gőgös, roppant intelligens. Na most mindennek a kontextusában mit szólt hozzá az orosz média, hogyha jól kérdezem, bizony az orosz média is lereagálja azt, hogy orosz költőket, írókat kik fordítanak, és mit szóltak idehaza? Mi volt a reakció? Hát idehaza szinte semmi, mint ahogy lenni szokott. Az oroszok rendkívül kedvesek és nagy tűlek voltak. Ez nagy példányszámban viszonylag jelent meg 2000 példányban. 500-at elvittek azonnal, engem is elvittek, Smolenskben voltam, helikopterrel vittek el, és rendkívül komoly barátokat szereztem az orosz művészeti vezetésen belül. Sőt, még az orosz vezetésen belül komoly barátokra tettem szert. Igazi kultúr, az orosz nép az egy kultúrnép, nem a bolsevizmus népe. És nem a bolsevizmus jellemzi az orosz kultúrát. Itt ugye, hogy abban a színben fejezzük be a beszélgetésünket, mint ahogy azt kezdtük is, ugye ma van a költészet napja, és ilyenkor talán mindenkibe felmerül az, hogy ki is az én kedvenc költőm, melyik is az én kedvenc versem, van önnek kedvenc költője, kedvenc verse, vagy lehet ezt így kérdezni? Nincsen. Nem volt, hát a mi költészetünk olyan nagy, kezdve Balassi Bálinttól, hogy ez hihetetlen. Mondom is, és én nem szeretem a rangsorolásokat, mert mindig bizonyos befolyások befolyásolják, de talán az orosz irodalom van olyan, mint a miénk. Ezt állítom. Az emberi, művészi, költői hozzáállásban Ady Endre az, ami, hogy úgy mondjam, közelebb áll hozzám, de Petőfi Csokonai, hát szóval Nagy László, igen, jó barátom volt. Hosszú-hosszú a jó és nagy szóval költőink listája, úgyhogy lehet válogatni. Köszönöm szépen, aztán mondott néhány olyan nevet, amelyet a mai fiatalok is meghallgathatnak, és forgathatják az ő köteteiket. Köszönöm, László úr, hogy itt volt. Örömmel. Kedves nézőink, még mielőtt más vizekre eveznénk, zárjuk a mai költészetnapi ünnepi részt egy korábbi anyaggal, amely azt mutatja meg, hogy hogyan fér el egy szűk magánlakásban több száz könyv, és azt is megmutatjuk, hogy vannak olyanok, akik sokat áldoznak például minikönyvek gyűjtésére, legyen annak tartalma vers, avagy próza.
Képzeljék csak el, 15 ezer könyve egy lakásban. Nem városi könyvtárról, még csak könyvüzletről sem beszélek, hanem az irodalmi berkekben jól ismert Kántor család otthonáról. És ehhez a 15 ezerhez még nem számoltuk hozzá azt a több mint 300 mini könyvet, amely Kántor Erzsébet gyűjtő szenvedélye révén gazdagítja a családi könyvtárat. Van itt minden, a szép irodalomtól a képzőművészetig, a grafikától a zsoltáros könyvekig. Mindez miniben. Az első könyv, ami ilyen kicsi bekerült a könyvtáramba, az a Nerudának a Száz szerelmes szonettje, még megboldogult lánykoromban vett egyszer a férjem valamilyen alkalomra nekem. Születést épp nap, nem tudom. És volt a Helikon kiadónak egy sorozata ilyen kicsi könyvekből, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni. Gyűjtőszenvedélyéről időközben a rokonok és barátok is tudomást szereztek, így nem volt nagy gond ajándékot vásárolni számára. Vagy mégis? Romániában, mint tudjuk, alig nyomtatnak e fajta könyveket. Erzsike néni is Budapestről szerezte be a legtöbb miniatűrát. Antikváriumban nem teszik ki az ilyen mini könyveket, nem egy a vásárló zsebre vágja és kész, hanem van egy doboz, és az embert az érdekli, akkor elkéri a dobozt, és abból válogathatott helyben, ha tetszik valami. Amilyen kicsik ezek a könyvek, éppen annyira borsos az áruk. Olykor 3-4-szeresét is meghaladják a normál méretű könyvek árának. Éppen ezért féltve őrzött kincsként kezelik mini könyveiket a gyűjtők. Amikor a fiaim kamaszok voltak, akkor mindig féltem, amikor jöttek ide a srácok, mert ez például az ő szobájuk, ahol helyet kapott a polcon, mert a férjem szobájában már nem volt hely a nagy könyveitől, hogy ki, mert mindig hű, de érdekes, és tudod, milyenek a kamaszok, nem mert olvas, nem mert izé, hanem hogy zsebre vágok valamit, és azt mondtam a fiaimnak, ha egyszer egy kicsi könyv eltűnik, akkor többet ide nem jön barát, na nem fordult elő. Az ekkora könyvecskéknek előnye és hátránya egyaránt akad. Az olvasási bravúron kívül két végletet említünk. Könnyen hordozható, elfér a zsebünkben, de nehezen találjuk meg, ha elveszítettük. Azt szoktam mondani, hogy könnyű nekem, mert az én könyvtáram elfér. És lévén, hogy Kántor minden sarkot teletömött most már polccal és mindennel, és megegyeztünk abba, hogy a hálóban nincs könyves polc, van, három is van, minden, én elférek. Erzsike nénit a mini könyvek révén is kedves emlékek fűzik irodalmár barátaikhoz. Büszkén mutogatja például a Pomogács Bélától kapott macskás könyvét, és Lászlófi Aladár kapcsán is jót mesél. Lászlófi Aladár minden gyűjt, pénzt, könyvet, papírt, mindent. És nem tudom, beszélgetés közben előkerültek a mini könyvek. De nincs neki a borsok, mert nem. De ami van, az van. És mondtam, hogy te Ali, nem tudom meg, add nekem ezt a mini könyvet. Mondta, hogy nem adja. Mondom, tehát te, aki ilyen szenvedélyes gyűjtő vagy, ha ez se úgy se gyűjtő, csak úgy véletlenül van neked egy pár. Miért nem tudod felfogni, hogy nekem milyen fontos ez? Nem adja. Jó. Mondom, akkor el fogom lopni. Mondanunk sem kell, ellopta. Férjének Kántor Lajosnak köszönhető, hogy a könyvecske ismét Lászlófi Aladár tulajdonában van. A miniatűr könyvek szenvedélyes gyűjtői előtt tehát nincsenek akadályok. Ha kell, akár a lopásra is rászánják magukat. Persze annak tudatában, hogy csókot, virágot és minikönyvet lopni nem bűn.